Megérkeztünk a Karpazi marinához, illetve kikötőhöz. Most itt töltünk el egy kis időt. Meglátogattuk a szamarakat, meg is etettük őket, ahogy láttátok is. Most pedig átjöttünk ide a nem messze lévő kikötőbe, ahol tengerezni fogunk, tehát fürdünk a tengerben, és medencézünk, mert itt csodaszép a medence. Ide jöttünk a szamarakhoz közeli kikötőbe, és itt fogunk egy kicsit fürödni, ahol ugye nem csak a tengerben lehet fürdeni, hanem van itt egy medence is. A kikötőben egy medence. Csodálatos ez az egész. Először is ez a végtelenített medence, majd mindjárt látszódni fog, hogy hogyan. És hát itt ugye a csodálatos pálmafás tengerpart, amiben szintén fürödni fogunk. És egy ilyen kis, mi ez, leülőt vagy lefekvő helyet fogunk kibérelni magunknak. Na, öltözzünk át. És ez a mi ágyunk. Itt fogunk tartózkodni. Elkezdtem már összekötögetni itt ezeket a kis fájtlakat, amik védik az ülőhelyünket. Hú, megy itt a visnyogás, meg is értem. Nagyon szép helyen vagyunk. Kaptunk egy vizet is már. Így, ezeket kikötöm. Így. És akkor itt össze tudjuk kötni. És akkor itt egy körbe vagyunk véve. Az ebéd. Ez a tonhalas pizza. Annyira gyönyörű, és az illata is elképesztő. A következő, ez a lahmacun. Jaj, nagyon szeretjük a lahmacunt, ez a török pizza. Ilyen darált húsos. Ez pedig, oda néz, ez a mindent bele pizza, ezen van ilyen török kolbász, gomba, oliva, bogyó, minden. Hú, de gyönyörű. Molly már ott van bent a medencében. Ki se lehet hívni onnan. Hát elég szép a látvány. Azt kell, hogy mondjam. Innen látszik az Infinity Pool, vagyis ez a végtelenített medence. Ott van Mollika. Innen még ilyen végtelennek tűnik a medence. És itt látjuk, hogy ezért van itt part. Csodálatos ez a környezet. Hello! Este ellátogattunk egy csodálatos tengerparti étterembe, ami annyira a tengerparton volt, hogy a hullámok gyakorlatilag majdnem a lábunkig értek. Úristen, de szép! És hát ez itt végre a mi asztalunk, szó szerint a víz mellett.
Úristen, de jól néz ki. A török étkezés hideg előételekkel kezdődik, folytatódik meleg előételekkel, és csak utána érkezik a főfogás, és akkor a desszertről még nem is beszéltünk. Nagyon vigyázni kell, mert igaz az a mondás ezekre az ételekre, hogy még el sem kezdted az étkezést, már is jól laktál. Legalábbis én már a hideg előételek után így éreztem. És hány embert várunk még vacsorára? Mert ez rengeteg. Ez csak a hideg előétel. Uramisten! Régebben az előételeknek, a hideg előételeknek legalábbis az volt a funkciója, hogy ezáltal később kevesebb húsételt kellett tálalni. Most viszont az a csodálatos benne, illetve az egész étkezésben, hogy annyiféle ételt lehet megkóstolni, amit elképzelni is nehéz. Egy dologra kell figyelni, nem szabad egy dologból sokat enni, mert utána nagyon sajnálni fogjuk, hogy a később következő fogásokból már nem fogunk tudni enni. Nagy kedvencünk a tintahal és a polip, szerencsére a meleg előételek sorában ezeket is feltálalták, mondanom sem kell, hogy a főételeket már meg sem rendeltük. Azt szokták mondani, hogy a desszertnek mindig van egy kis hely a gyomorban, ez most is így volt, bár süteményt nem nagyon tudtunk volna enni, a gyümölcsöt mindenki szívesen fogyasztotta, főleg így, hogy ilyen kellemes kis gyümölcshajó formájában érkezett. Milyen érdekes ez a fa. Szikamorfa. Ez a fa Ciprus legöregebb fája, 700 éves. 7. Itt látszik is Molly mögött, hogy milyen komoly törzse van. Azta. Gyönyörű. És milyen érdekes ez a termése. Miket láthatott ez a fa itt a történelem során? Például ezt az egykori székesegyházat, ami ma már mecset. Hát állatira nem mecsetnek néz ki, de a funkciója már az. Amikor az ember bejön, mert szőnyeg van mindenhol, itt lehetne imádkozni. Vannak is egyébként páran, akik ezt teszik. Hát látszik is, hogy ez egy székesegyház volt. Már a hajókból, a főhajókból, az épület elrendezéséből is látszik. De eltávolították az oltárt, a szentképeket, mindent, ami arra emlékeztetett volna, hogy ez egy keresztény székesegyház volt, mert ugye most már mecsetté alakították. Természetesen nekünk nőknek kendőben szabad csak bejönni. Molin például tök jól áll ez a kendő, amit felvett. Én meg aztán külön gyönyörű vagyok ebben, miután 40 fok van. Majd megnyugodok ebben a hőségben, és akkor még kendő. Végül meglátogattuk Szent Barnabás egykori ciprusi lakóhelyét, ami egy föld alá vájt barlang volt. Szent Barnabás Pál apostol egyik legfontosabb misszionárius társa, a ciprusi ortodox egyház megalapítója volt. Még szúnyogháló is volt szegény Szent Barnabásnak? Szóval igazából ezt a kis kápolnát a tiszteletére emelték ide, de ő nem ebben lakott, hanem mindjárt meglátjuk, hogy valójában hol lakott ez a szent ember. Igen. Tehát, ahol ő valójában lakott, az itt volt lent, mert hogy ő a föld alatt lakott. Földi maradvány is. Hát, ami megmaradt belőle.
Szóval igazából ő saját kezével vájt magának egy ilyen föld alatti odút. És itt a vége. És itt a vége. Tehát ekkora volt az ő kis cellája gyakorlatilag, mert ezt nevezhetjük cellának is, hiszen itt a föld alatt egy minimális helyen rendezkedett be. Hát mit mondjak, nem lehetett túl komfortos. Legyen meg a szíved, neked is nagyon meleged van. És van még itt néhány haverod. Sok kutyus van itt. Nekik is melegük van.